Sziasztok, ez itt az Aranymosi, amelyben díjazni fogjuk az év legjobbjait különböző kategóriákban. Csak olyan idei animék jöhettek szóba, amikből videók is készültek a csatornán, vagy olyanok, amiket mi is éppen láttunk. Mindig 5 képviseltetés számíthat majd a jelölésre, ami azt is jelenti, hogy az adott kategóriákban az az 5 a legjobb, de természetesen csak egy lehet közöttük a győztes. Fontos, hogy minden esetleges győzelem vagy jelölés a csatorna szerint lett kinyilatkoztatva, vagyis ez saját vélemény, illetve sajátos látásmód. Mindenki készen áll, nos akkor hadd szóljon, hogy kik is aradtak ebben az esztendőben, és miért. A legjobb opening, a jelöltek. One Piece Opening 21, Gintama Opening 20, Tokyo Ghoul Re Opening 2, Boku no Hero Akadémia 3. évad Opening 1, Nanatsu no Taizai 2. évad Opening 2, és a győztes One Piece Opening 21. Immár másodjára kaparintotta meg ezt a győzelmet Oda Sensei nagy alkotása ebben a kategóriában. Hosszabb időszakokra csinálnak meg egy One Piece-es zenét, de pont ezért kell azoknak olyat szólniuk, hogy ne tudjuk őket könnyen elfelejteni. Katakurinak a rivális hangulata, valamint Luffynak az új formája, ahogy az árnyékban megbújik, ezzel a kettővel szerintem koronát tettek az egész zenére. A legjobb edding? A jelöltek: Black Clover Edding 2, Boruto Anime Edding 7, Boruto Anime Edding 5, Gintama Edding 30, Darling in the Franxx Edding 1, és a győztes: Darling in the Franxx Edding 1. Amikor egy animének, a hősnőinek a hangjai állnak össze egy dal erejéig, annak mindig megragadó hangulata lesz. Olyan, mintha az animés hősnők fakadnának dalra, de itt rápakoltak azzal, hogy a zene is kiváló. A lányok folyékonyrajzos mozgással operálnak, és rendesen lüktet a szerelem. A legjobb főhős, a jelöltek: Gintoki, Luffy, Boruto, Kaneki, Goku, és a győztes: Goku. Ismételten egy másodjára történő győzelem lett a DB Super köntösébe bújtatva, és ez nem is indokolatlan. Goku nem csak az utolsó kardja maradt az univerzumának az erők nagy tornáján, de még azt a szintet is elérte tökéletesen, amelyet az istenek is kemény diónak találnak. De amivel igazán pótolhatatlan tettet tudott végrehajtani, az nem más, mint a Jiren felett aratott erőgyőzelme, amellyel ugyanúgy ő maradt az egész sorozatban a legerősebb harcos. A legjobb főhősnő, a jelöltek: Nami, Zerocu, a gondviselő, Rachel, Noel, és a győztes: Zerocu. Az álomlány lüktetésével megáldott hősnő elképesztő hatást tudott gyakorolni a fiú nézőkre. De a története is eléggé kidolgozott, hiszen megismerhetjük a karakterünknek az egész életét. A stílusa rendkívül érdekes, és egészen nagy rajongói bázist épített ki mostanra. Főleg a barátnős jelenetekkel tudta elvinni a sót nálam, főleg azzal a jelettel, amikor túlment volna a csók. A legjobb férfi mellékszereplő, a jelöltek: All Might, Levi, Vegeta, Sasuke, Naruto, és a győztes: Vegeta. Goku riválisaként a Saiyajin hercegünk mindent elkövetett azért, hogy ne tudják őt elhálványítani. Ő is neki ment Jirennek, és nem ijedt meg a felturbózott toppótól. De amivel rendesen kardot tudott emelni a rajongók számára, az a sötétkék formája, amellyel így egyedi szinten rendelkezik. A legjobb női mellékszereplő, a jelöltek: Puri, Vanessa, a mama, História, Karot, és a győztes: História. Az óriás ölők történetének utóbbi évadjában ez a hőstő szinte minden rivaldafént megszerzett. Kiderült róla, hogy királyi vérből származik, láttuk a tragédiáját, majd királynővé koronázták. A java pedig csak innentől következik majd, hogy egy királynő nagyon érdekes tud lenni. A legjobb ellenfél, a jelöltek: Jiren, Momoshiki, Utsuro, Katakuri, All For One, és a győztes: Jire. Újra címvédésről kell beszélnünk, de hát a hősüknek ezúttal nagyon fel kellett kötnie a gatyáját. Most is maradt rejtélye, de adtak egy kicsit a gyerekkorából, a motivációjából, illetve nehéz helyzetbe is hozták. A csaták alatt sebződött, a veresége alatt pedig teljesen összerombolták az eszményképét. A legjobb forma, a jelöltek: sötétkék forma, Momoshiki démon formája, Ultra Ösztön, Mester Ultra Ösztön, teljes Kurama Link mód, és a győztes: a Mester Ultra Ösztön. Nem hittük volna, hogy fokozni fogják a sima Ultra Ösztönt, így amikor elénk tárult, egy óriási csodálkoztunk.
A színválasztás hibátlan, mert ez az ezüst pont kapora jön a tűz fehérségéhez, amely közül ezt mondják a legforróbbnak. A látottak alapján pedig bizonyítékok vannak arra, hogy Toriyama sensei bizonyára a tűz mintájára ment előre a formákat illetően. A legjobb anime epizód, a jelöltek, DB Super 131. rész, Boruto anime 65. rész, DB Super 123. rész, DB Super 130. rész, DB Super 129. rész, és a győztes, a DB Super 130. része. Itt ment egymásnak Goku és Jiren úgy, hogy ebben a részben bizony kiderült, hogy melyikük a legerősebb. Nem mellesleg, ez volt a sorozat leglátványosabb epizódja, és hatalmas volt a tét. Az izgalom határtalannak bizonyult, és noha rendes játékidőt adtak a részre, én mégis 5 percnek éreztem, amikor megnéztem, olyan jót pörög. A legjobb soundtrack, a jelölte, Boruto anime, DB Super, Shingeki no Kyojin 3. évad, Fairy Tail 3. évad, Sword Art Online Alization, és a győztes, a DB Super. Óriási zene szólal meg Vegitának az átváltozásakor a sötétkék formába. De akkor is ott van a sorozat, amikor Toppo került a középpontba, vagy amikor Jiren maximumra ment. Az összes harci zene nagyon hősies maradt, de amivel igazán címvédővé tudott válni most a DB Super, az nem más, mint az ultra ösztön zene, amely egy évvel később se fakult meg semmit. A legjobb harc, a jelöltek, ultra ösztön vs. Jiren, Mester ultra ösztön vs. Jiren, Naruto Sasuke vs. Momoshiki, Goku Vegeta vs. Jiren, Goku Frieza vs. Jiren, és a győztes Mester Ultra Ösztön vs. Jiren. Nem lehetett elvenni a győzelmet a DB Supertől, ugyanis ilyen szintű harcot nem igazán láthattuk az utóbbi években se. Két minden képzeletet felülmúló harcos feszült egymásnak, olyan mozdulatokat, erőket szabadítva el, amivel elnémították a rossz akarókat, míg a rajongókból igazi szurkolást váltottak ki. Nem beszélve az utalásról, miszerint hiába volt Jiren oroszlán a harcosok között, de Goku volt a sárkány, aki mindig kitör. A legjobb folyékora ez az akció, a jelöltek, Jiren veresége, Momoshiki veresége, Levi menekülése, Boruto Chōchō Sarada vs. Kakó, Naruto Sasuke vs. Momoshiki, és a győztes, Naruto Sasuke vs. Momoshiki. A Momoshikinek való nekimenés a Boruto moziban is nagyon részletgazdag folyékorazós akció volt, de amit a sorozat művel, hát az még azon is túl tudott tenni. Egészen hihetetlen, hogy olyan harcot tettek le az asztalra a készítők, amivel sok animés mozit is megvertek. Nem torzultak el a vonalak, és élesek maradtak a szereplők. És amilyen kombinációk szabadultak itt el, hát ez bizony eléggé nehéz lesz majd valakinek felülmúlnia. A legjobb fanservice nyújtó anime, a jelöltek, Yuna anime, High School DxD Hero, Grand Blue, Haruka anime, Kandrinin-san anime, a győztes pedig Yuna anime. A sima sorozata is tele van érintkezéssel, illetve kiváló fanszervízes jelenetekkel, de amiket az ovái nyújtanak, az nagyon nézőkiszolgálás. Az elsőben a hősünk samponná válva csúszkált a lányokon, míg a második ovában vizes bugyit mutattak oboróval. Fürdőzés volt Csiszaki anyjával, majd ezt követően gyúrások is történtek, és mindezt ráadásul cenzúra nélkül mutatták, szóval köszönjük szépen! A legmeghatóbb jelenet, a jelöltek, All Might utolsó ereje, a kis Zerocu tragédiája, Shirazu halála, Pedro halála, Chibago halála, és a győztes, a kis Zerocu tragédiája. Nagyon szomorú, hogy csupán ez a kis ruhat akarta a hősnőnket, akkor ráadásul még kínoszták is szegényt. Amivel nekem azonban elvitte a díjat, az a mesekönyve volt. Neki egy ilyen kis dolog is elegendő lett volna a boldogsághoz, holott a mai kislányoknak a legdrágább Barbie se elegendő bár. A legmeglepőbb fordulat, a jelöltek, Grisha Jäger bűne, Meliodas a démon király fia, Onoki ellenség lett, Kanaki és Tóka lefekszik egymással, Rinne Sharingan Mangekyo kombináció, és a győztes, Grisha Jäger bűne. Én nem számítottam volna Dumbledore apjának az utalására Harry Potterből. Így nagyon meglepődtem, hogy Eren nem is kiválasztott valójában. Hétköznapi fiú lett volna, és ahogy Eren apja elbánt Fridával a képességét, hát ettől nekem leesett az állam rendesen. A legjobb technika, képesség, a jelöltek, C-17 pajzsa, megfigyelő haki, Katakuri dónacuja, Rinnegan teleport, Vegeta robbantása, és a győztes, a Rinnegan teleport.
Amíg a Shippudenben és a Boruto moziban csak közlekedésre, illetve sima accserére tudta ezt használni Sasuke, a Boruto sorozatra már élőket és támadásokat is mozgathat. Kicserélte magát Momoshikivel, és képes volt a kunaját kicserélni a villámmal. A legjobb látványeffekt a jelöltek. Sasuke villámai. Big Mom tűzhaja. Mitsuki villámkígyója. Jiren narancsvörös aurája. A Jinton Jutsu. És a győztes, Jiren narancsvörös aurája. Miután felszabadítja az erejét, olyan patent aura kerül a képernyőre, ami a folyékony rajz erejével is bír. A színek izzanak, ez a korona pedig a gömbbel nagyon visszaadja a kitörni készült napot. Nagyon jól vegyült el Jirennek a teste az aurájával, majd mikor maga Jiren félmeztelenül volt látható, az izomzata az aurával nagyon-nagyon óriási látványt keltett. A legjobb rajzolás, a jelöltek, Darling in the Franxx, Shingeki no Kyojin harmadik évad, a Boruto mozifilm feldolgozás, Yuna anime, az erők nagy tornája történetív utolsó szakasza, és a győztes, az erők nagy tornája történetív utolsó szakasza. Mivel a készítők is átérezték, hogy milyen nagy harcok következtek, olyan költségvetést adtak a részekre, amit egyik anime se kapott meg ilyen sokáig egyhuzamra. Az összes szereplő éles és nagyot foglalnak a képernyőn, és olyan nagy vállalások is voltak, mint a félmeztelenség. Számtalan képesség és erő szabadult fel, és különböző formák, ábrázolások között kellett az animátoroknak eligazodniuk. A legjobb szereplő ábrázolás? A jelöltek? Jiren félmeztelenül? Vegeta félmeztelenül? A Mester Ultra Ösztön? Karot Szulong formája? Toppo pusztítás isten formája? És a győztes? A Mester Ultra Ösztön? Nekem minden ábrázolás számítva ez tűnik a legdrágábbnak, mert már az ezüstös hazaton is rengeteget dolgozhattak. A színek patentek, és olyan izomzat látható Gokun, amivel megidézték a DVZ igényességét. Aztán jön a kéken égő aura, az ultraösztönök a mozgása, amelyet folyékonyrajzos megoldással, illetve lassításokkal tettek a képernyőre. A legjobb animés klip, a jelöltek, Boruto anime opening 4, Naruto no Taizai második évad opening 2, Boku no Hero Akadémia harmadik évad opening 1, Sword Art Online Alization opening 1, Shingeki no Kyojin harmadik évad opening 1, és a győztes, Boruto anime opening 4. Olyan rajzolások vannak ebben a klipben, hogy megáll az ész. A kis Boruto és a kis Sarada fénylik, mint az égkő, így reklámképesek, hogy reklámozzák a Full HD-t. De vannak itt akciók is, folyékony rajzzal, rohanvás menve, eltörő jutsukat használva. A tűzgőt lövő Sarada, majd a jégszörnyet elpusztító Boruto pedig a legjobb rajzokat produkálták az egész klipben. A legjobb csapat? A jelöltek. Haruka és Kanata. Goku és Vegeta. Goku és Frieza. Gintokiék Utsuro ellen. Naruto és Sasuke. És a győztes. Naruto és Sasuke. Ez a cím számomra a Boruto mozi óta őket illeti, mert egyik csapat vagy páros se tud úgy verekedni ketten, mint ők. Azon a szinten vannak, hogy kiegészítik, valamint felerősítik egymást. A legbonyolultabb kombokat képesek végrehajtani. Ezért, amikor ketten vannak a pályán, a küzdelem alapból el van döntve, a Boruto sorozat mostani erőviszonyait számítva. A legdögösebb animés hősnő, a jelöltek, Riaz Gregory, Chisaki anyja, Kuno anyja, Akeno, Nonko, és a győztes, Kuno anyja. Egyszer láthattuk őt ilyen megragadó jelenetben, de számomra ez annyira meghatározó volt, hogy mindenkit maga mögé utasított nála. Jó nagy van neki, szőke és mir. Míg a másik fő oka a floor crawlos megjelenése, hiszen rókanők nem mindenhol szaladgálnak az animékben, ezért hát nagyon köszönjük szépen Issei-nek azt az ábrándozást. A legjobb anime, a jelöltek, One Piece, DB Super, Tokyo Ghoul Re második évad, Boruto anime, Gintama, és a győztes, a DB Super. Nem volt kérdéses, hogy Gokuék fogják elvinni a diadalt ebben a kategóriában, mert azt a 3 hónapot az év elején úgy meghúzták, hogy mindenkit maguk mögé tudtak utasítani. A sorozat óriásira tette a mércét látványban, és izgalomban se talált ellenfélre. A harcimádók számára az erők nagy tornája pótolhatatlan harcokat eredményezett. És ha nincs ez a verseny, akkor nem igazán tudtuk volna megismerni Jirennek azt az oldalát, amikor ő hát nehéz helyzetbe szorult. Míg a Mester Ultra Ösztön nélkül nem tudatosult volna bennük, hogy melyik a legistenibb erő a formák világában. Ha nektek is megvan a saját listátok az idei felhozatallal kapcsolatban, azt osszátok meg kommentben a videó alá.
Illetve arra is feleljetek, hogy miben értetek egyet, és miben nem az idei aranymosit illetően. Ez volt tehát az idei aranymosi a különböző kategóriáival, résztvevőivel, valamint a nyerteseivel. Találkozunk jövőre, addig is elosztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.